Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, gyülekező énekként énekeljük a 166. dicséretünknek mind a 4 versét. A 166. dicséretünk első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk. Fennálló énekül énekeljük a 24. Zsoltár első versét. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik: Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. Thank you.
fejünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, a már megkezdődött, a 265. dicséretünknek az első öt verszakával. A 265. dicséret első verse így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden utadat, a bánt szíved keserve ő néked nyugtot ad.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, mennyei atyánktól, fiától Jézus Krisztustól, megszentelő Szentlélek Úristentől. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Isten igéjét olvasom Mózes első könyve 12. fejezet 10. versétől a 13. fejezet 4. verséig. Míg ezt teszem, kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Mózes első könyve 12. fejezet 10. versétől így olvasom Isten igéjét. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Lement Abrám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éhínség volt azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének Szárajnak. Nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondjad, hogy a hugom vagy, hogy jó sorom legyen a teréveden, és életben maradjak általad. Így is történt. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főembere is meglátták, hogy dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Abrámnak pedig jó sora lett az asszony révén. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az ura fáraót és házát Abrám felesége Száraj miatt. Hívatta azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta: mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a hugod? Csak azért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd és menj! Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott, Bétel és Aj között. Annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített, ott is segítségül hívta Abrám az Úr nevét. Tegye Isten áldottá a szívünkben a meghallott igéket, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással megköszönjük, hogy nem vetted le rólunk atyai kezedet. Köszönjük, hogy mindez idáig megőriztél és körülvettél bennünket. Köszönjük, hogy ismersz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Áldunk a tőled való békességért és nyugalomért, a testi-lelki erőért, az üdvbizonyosságért. Urunk, bűnvallással valljuk meg, hogy sokszor és sokféleképpen eltértünk tőled, elcsatongoltunk tőled. Kivettük a kezünket atyai kezedből. Bocsáld meg, Urunk, sokféle hitetlenségünket, hogy elkezdtünk kételkedni a bajban, és nem hozzád menekültünk. Bocsáss meg, Urunk, rossz döntéseink miatt. Bocsáss meg, hogy nem kérdeztünk meg téged, és nem is akartunk engedelmeskedni neked. Nem hittük, hogy nagyobb vagy, mint a próbák, a bajok, a nyomorúságaink. Könyörgünk, Urunk, hogy újíts meg kegyelmesen mindnyájunkat. Könyörgünk itt lévő gyászoló testvéreinkért. Ajándékozd meg őket a feltámadásba vetett bizonyossággal. Kérünk, hogy gyászukban vigasztald meg őket. Fordítsd a mi szívünket te hozzád élő Isten, hogy úgy bízzunk benned, mint a gyermek a szülőben. Imádkozunk, hogy szent lelkeddel vezess bennünket és ajándékozd meg életnek beszédével mindnyájunkat. Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, a megkezdett ének 265. éneknek a 6. versét. 265.
énekünk 6. verse így kezdődik, őben nevest halálig jó reménységedet. Őben nevest halálig jó reménységedet, ő biztos révbe szállít, ha bajból tégedet. Bár késik a segítség, és nem találsz vigaszt, eloszlik gond és kétség, előbb, mint véled az. Szeretett testvéreink, kedves gyülekezet! Az Efézusi levél 6. fejezetéből olvasom az igét, a 16. verset. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet! Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Elmúlt vasárnap kezdtünk foglalkozni azokkal a Bibliában található oltárokkal, ahol azt tanulhatjuk meg, hogy segítségül hívták az Úr nevét. Az oltárok olyan helyek, amelyek erre valók, hogy az ember kiöntse a szívét az élő Isten előtt. Hálaadását, reménységét, félelmét, csüggedését, kisítőségét, ahol az Úrral való közösségben teljesen megújul. Legyen most egy ilyen hely, ami templomunk is, ahol gyászoló testvéreink vigasztalást nyernek, ahol megújulhatunk Istenbe vetett élő hitünkben mindnyájan. Amikor Ábrahám oltáráról van szó, nagyon sokszor arra az oltárra gondolunk, amit akkor kellett megépíteni Ábrahámnak, amikor azt kérte az élő Isten, hogy a fiát áldozza meg. Az ember úgy beleborzong, hogy milyen Isten, aki ilyet kér. De Isten nem a gyermek halálát akarta. Egyáltalán nem. Isten nem a bűnös halálát akarja, azt akarja, hogy megtérjen és éljen, élete legyen. Nem csak élete, örök élete, üdvössége legyen. És amikor Ábrahám készségesen átadta a gyermeket, olyannyira, hogy már felemelte a kést is, akkor azt mondta az Úr angyala, hogy nem. Most már tudom, hogy Isten félő vagy. Istennek ennyi elég. De Istennek a teljes és egész odaszánt Isten tisztelet, mint élet szükséges. Isten azt mondja, hogy az ige azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. És nézzük meg, hogy Isten mit ad. Isten adja teljesen és egészen az ő fiát, Jézus Krisztus, hogy egy is el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nos, most legyen szó erről a másik oltárról, amelyet Ábrahám megépített Bételnél. Ennek a névnek az a jelentése, hogy Isten háza, Bétel. Isten háza az él, héberül azt jelenti, hogy Isten, a Bét, Bait, szó azt jelenti, hogy ház. Az a ház, ahol Istennek hajléka van. Az a ház, ahol Isten jelen van. Az a ház, ahol Isten segítségül lehet hívni. És éhínség támad azon a vidéken. És ilyen előfordul, testvérek. Minden körülmények között előfordul. Hívő és nem hívő emberrel is előfordul. Hogy olyan körülmények közé kerül, hogy kérdések vetődnek fel benne. Valóban ide küldött engemet az Úr. Itt akar használni. Itt, ahol baj van, gond van, próba van, nyomorúság van, szenvedés van, éhínség van, el fogok pusztulni. Elég hosszú az Úr karja ahhoz, hogy meg tudjon őrizni. És akkor döntés előtt áll a keresztény ember is, hogy akkor most hogyan tovább. És ugyan ez történik, ami annak idején Jézus feltámadását követően történt
az emmausi tanítványokban így ír erről az ige, és támadtak a szívükben okoskodások. Majd én megoldom a problémát. Hogy lehet ezt emberi erővel? Hogy lehet úgy, hogy hát azért életben maradjak, a rám bízottak is. De nem Istenhez viszi a kérését, a próbáját, a nyomorúságát, ő maga. Hallja, hogy Egyiptomban van bőven kenyér. Nosza, irány a gazdag gabonával tele tárházakhoz, majd ott nem fogunk éhen halni, mindnyájan megmaradunk. Figyeljétek meg, kedves testvérek, hogy amíg Ábrahám itt Egyiptomban tartózkodik, soha nem olvasunk arról, hogy keresné az Úrral való közösséget. Vergődik, kínlódik, majdnem belepusztul, mert Isten nélkül ilyen az ember élete. Kételkedések kezdik gyötrani. Amikor már majdnem megérkezik Egyiptomba, akkor eszébe jut, hogy hoppá, lehet, hogy életben maradunk, de mi lesz, hogyha pont engem fognak kivenni az élő sorából? Arra gondolt, hogy a fáraónak mindig is, meg a nagy uralkodóknak így szokott ez lenni, a történelemben erről gyakran lehet olvasni. Nagy háremei voltak, mi lesz, ha elviszik a feleségemet, engem pedig megölnek. Elkezd okoskodni. És azt mondja a feleségének, hogy nézd, egyezzünk meg abba, hogy mondjad azt, hogy a testvérem vagy. Ami részben igaz is. Az 1 Mózes 20.12-ben olvassuk, de valóban húgom is ő az apám lánya, csak nem az anyám leánya. Így lett a feleségem. Vagyis apáról testvérek. De hát ezt azért hát el kell döntenem, hogy most a feleségem vagy a testvérem. Megállapodnak ebben a hazugságban, sokszor az ember el is kereszteli, hogy kegyes hazugság. Ábrahám menteni akarja az életét, de itt sem kér segítséget az Úrtól. Mit tegyek? Hogy legyen? Akarod, Uram, hogy én valóban elmenjek egészen Egyiptomba? Van ott neked célod? Használni tudsz ott engem? Nem, semmit nem olvasunk. Egyetlen szó sincs arról, hogy imádkozott volna. És valóban ez is történik. Feleségét, féltestvérét elviszik a fáraóhoz. A fáraó meg gazdagon megajándékozza. Hát, mondhatnánk, cserekereskedelem. Elég szégyenletes dolog ez. Miközben azt mondjuk, hogy ő a hívők atya. Ábrahámot gazdagon megajándékozza a fáraó, de mióta Egyiptomba lement, egy szót sem szól, egy szót sem vált az élő Istennel. Mit teszünk mi a próbákban, kísértésekben, szenvedésekben? Nem úgy vagyunk-e mi is, hogy megpróbáljuk a kezünkbe venni a dolgok irányítását, majd megy ez egyedül, Isten nélkül is, ha meg bajban vagyok, akkor segíts, Uram, mentsél ki a bajban. Mennyivel jobb lenne már azonnal a kezdetén Isten kezébe tenni az életemet, és tőle kérni minden vonatkozásban a megoldást. Nagyon fontos itt, hogy fel kell venni a hit pajzsát. Erről beszél Pál apostol, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Azt olvasjuk a Bibliában, hogy Isten súlyos betegség sorozattal látogatja meg a fáraót, házanépét, és azonnal felismeri a fáraó, hogy hopp, ez azért van, mert elvettem ennek az embernek a hozzátartozóját. És rádöbben, hogy nem is a testvér, hanem a felesége. És mintegy kikényszeríti, kitessékeli, ad neki sok-sok minden, de azonnal menjen innen, mert csak bajt hagyott maga körül. Menjen innen. Úgy elképzelem, hogy gondol Ábrahám, hogy néz azokra az állatokra, azokra a javakra. Milyen keserves ára volt annak. Vajon tudott-e örülni az így szerzett javainak ebben a nagy-nagy megalázottságban?
És bizonyít Ábrahám nem a hithős, és nem is a szent, Istennek szentelt ember, hanem olyan, aki megpróbálja Isten mellett, vagy Isten ellenére, vagy ha van ilyen egyáltalán úgy, Istentől eltartva, vagy a háta mögött, nincs ilyen, csak mondanak ilyet az emberek, hogy Isten háta mögött, csak amikor az ember úgy Isten ellenére, de azért mégis, hogy Istenhez tartozónak mutassa. Nagyon furcsa ez a helyzet. És testvérek, van ilyen. És ne törjünk pálcát Ábrahám felett, hanem gondoljunk bele, hogy nem vagyunk, mi is, nem vagyunk-e sokszor mi is így. Megpróbálom Isten nélkül, és utána csodálkozom, hogyha szenvedés, próba és gyötrelem kíséri. Nagyon sokszor lelki megpróbáltatás ezeket a kísérletezéseket. De olvasunk azért, és ez is nagyon fontos, Ábrahámról úgy is, mint aki a hívők atya, reménységgel hitt ott és akkor, amikor nem volt erre semmi reménysége. Reménykedni, amikor nincs reménység, nem gyengült meg a hite, nem kételkedett Isten ígéreteiben. Róma 4:18-21-et olvasom. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Ennyi lesz a te magod, mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Róma 4:18. Ajánlom otthoni elolvasásra és tanulmányozásra. Ne csak azt ismerjük fel, hogy hát ez én rám is jellemző. Elfordulok, elcsatangolok, magam útját járom, hanem figyeljük meg, hogy reménység ellenére is reménykedve hitt, megerősödött a hitében, nem vont a kétségbe Isten ígéretét. Tanuljuk meg Ábrahámtól, mint a hithősök atyától. És végül arra figyeljünk, hogy Ábrahám ismét segítségül hívja az Úr nevét. Nem volt ez kis leszte. Újra visszamenni onnan, ahonnan elindult. Nagyon elment Istentől. Onnan, ahol először oltárt épített Bételben. Nagyon-nagyon elment. Borzasztóan eltávolodott. És most vissza, teljesen ugyanúgy meg kellett tenni ezt az utat. És megérkezett oda, ahol felállította, felépítette, megépítette az Úr oltárát. Oda, ahonnan letért az útról, az Úrral való közösségtől. Visszamenni. És ez nagy evangélium, testvérek, hogy vissza lehet menni. Nem tudom, hogy hányan vannak az itt lévők között, hányan vannak azok között, akik itt vannak, akik azt mondják, hogy igen, én is elcsatangoltam. Igen, én is messze kerültem a nyájtól. Igen, nekem is vissza kell térni az élő Istenhez. Nagy evangélium, hogy lehet. Akkor is, hogyha ez szenvedéssel, gyötrelemmel, keserves útmegtétellel jár, de lehet, vissza lehet menni. És lehet ismét segítségül hívni az Úr nevét. Azt olvassuk, ismét segítségül hívta az Úr nevét. És nem kell szégyelni. Isten előtt elmondom, de újra belekapcsolódok. A hitemet megvallom, és ez nyilvánvalóvá lesz mások előtt is. Az Úrba vetett hitemet ismét megvallom. Valljuk meg mi is, hogyha ez így van, hogy Uram, elhagytalak téged, szégyellem. De köszönöm, hogy vissza lehet térni, és köszönöm, hogy teljesen gyökerestől meg tudom változtatni a véleményemet. Lehet Isten előtt csendben megállni, és elhatározni, hogy hozzád igazodom, Uram. A te igéd legyen az én ösvényem világossága, lábaimnak szövét neked. Lehet elhatározni keményen, határozottan, férfiasan, olvasni fogom az igét, tanulmányozom a Bibliát, időt szánok rá, hozzáigazodok, mert ez nem élet,
az Isten nélküli élet. Boldog az az ember, aki átéli, hogy az Istennel való közösségben megújulhat. Nem kell le szégyelni, elég, hogyha az Úr előtt bűnbánattal megvallom, és induljak el az élő Istennel való közösségben. Nagy előrelépést jelentett ez a próba Ábrahámnak az életében. Törés volt, de megerősödött, megújult, odaszánta magát teljesen és egészen, és most már ez egy nagy figyelmeztetés is volt. Nem térünk le az Úr útjáról felelőtlenül. A bajban, a nyomorúságban először Isten keressük, majd ő megmondja. Nem olyan rövid az Úr karja, hogy ott, ahol éhínség, nyomorúság, baj, gyötrelem van, ne tudna segíteni. Hatalmas Isten ő, övé az egész világ mindenség. Boldog ember az, aki ő benne bízik. Aki eltért, és rádöbbent, rászakadt, az Istentől való eltérésének a következménye, az megteheti, hogy vissza oda, ahol először az Úrra bízta magát. Ábrahám az egész családjával együtt visszament arra a helyre, ahol először épített oltárt. Tudta, hogy neki ott kell megújulnia, ahol először az Úrra bízta magát, ahol elnevezte azt a helyet, ahol az oltárt építette Isten háza Bételnek. És Isten visszafogadta, és használta, és megújította, és lett a hívők atya, és lett sokak példaképe. Segítsen ebben mindnyájunkat, minket is az élő Isten, hogy megújuljunk, megtérjünk, és Isten kezében, nagy neve dicsőségére, embertársainkra válva használható eszközök legyünk. Amen. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy teljesen felesleges rejtőzködni előled, úgyis tudod, hogy hol vagyunk, mik vagyunk, hány pénzt érünk. Köszönjük, hogy tudod, hogy mi van, mi lakozik bennünk, ismered a gondolatainkat, a terveinket, szándékainkat. Köszönjük, hogy amikor nagy-nagy vereséget mész ránk, akkor ébredünk, akkor ébred fel bennünk a tudat, a felismerés, hogy messze csatangoltam a nyájtól. Köszönjük neked, Urunk, hogy az az ígéretet, hogy ahol ketten-hárman együtt vannak a nevedben, ott vagy közöttük. Úgy vagyunk itt most, Urunk, hogy te vagy a középpontban, és előtte csendesedünk el, és előtte tesszük le a mi bűneinket, eltéréseinket, elhajlásainkat, szóval, gondolattal, mulasztással. Tisztíts meg, Urunk, teljesen, tégy használhatóvá, fele barátaink javára, a neked való szolgálatban. Újíts meg bennünket, Urunk, családunk közösségében, munkahelyünkön. Köszönjük végtelen és gazdag szeretetedet. Köszönjük, Urunk, a lehetőséget, a megtérésre, az újjászületésre. Imádkozunk beteg testvéreinkért, elcsüggett testvéreinkért, öregekért, szenvedőkért, azokért a testvéreinkért, akik majd otthonukban nézik, és vesznek részt ezen az Isten tiszteleten. Áld meg, Urunk, az életüket, megújulásukat, öregségükben, gyengeségükben, félelmeik, gyengeségeik közepette is. Hadd éljék át, hogy van visszatérés, van bekapcsolódás a veled való közösségbe élő Istenünk. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért. Áld meg, Urunk, őket a hitükben, újítsd meg őket fájdalmukban, összetörettetésükben, építsd meg őket, élő Istenünk, és segíts meg valamennyiünket, gyermekeinket, unokáinkat, fiataljainkat, iskolában, itthon. Áld meg őket a munkájukban, áld meg, kérünk, Istenünk, pedagógusainkat, hogy úgy neveljék és tanítsák őket, hogy az hasznos legyen, épüljenek hitükben is, és ismeretükben is egyaránt. Atyánk, fiad Jézus nevében használj bennünket a bizonyságtételben. Óvjál meg attól, hogy eltérjünk tőled. Segíts, Úr Jézus, hogy legyünk kovász, világosság, lámpás, hegyen épített város, ott, ahol éppen vagyunk. Köszönjük közösségeinket, ahol örvendezhetünk és szerethetjük egymást, ahol épülhetünk, gazdagodhatunk.
Áld meg, Urunk, településünket, minden egyes lakóját, vezetőit, magyar népünket, nemzetünket, határon innen, határon túl. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy betöltsük szíved szerint küldetésünket. Jézus nevében hallgass meg, mennyei édesatyánk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, fiúnak szeretete, Szent Lélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Így énekeljük, kedves testvérek, a 425. ének első versét. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy, és örök szeretet. 425-ös. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy, és örök szeretet. Nagy Isten a neved, ezt hallja föld és ég. Csak téged illet, tisztelet és dicsőség. Kedves testvéreim, vasárnapi perselypénzünkkel, melynek összege 57.685 forint, 57.685 forint, a lepramissziót segítettük, nevezett összeget pénztárosunk el is küldte a lepramisszió javára. Az elmúlt vasárnap került sor Vas Sándor 59 évet élt testvérünk temetésére, aki a Besenyei út 1 percé alatt lakott. A család Isten dicsőségére virágot adományozott az urasztalára. Urunk vigasztalását kívánjuk testvéreinknek. Mához egy hétre bőti urvacsorai istentiszteletet tartunk itt a templomban 10 óra 30 perctől. A szent jegyeket Kis Pál és feleség adományozza. Holnaptól szombatig a gyülekezeti házban bűnbánati istentiszteleteket tartunk 18 órai kezdettel. Szeretettel hívogatok, hívogassunk másokat is. A bűnbánati istentiszteletek előtt adományokat gyűjtünk a Magdalénaum javára, ahol szellemi, testi, fogyatékos gyermekeket nevelnek. Lehet tehát úgy is jönni az istentiszteletre, hogy hozunk adományokat, és ezeket a feleségem majd bekönyveli a bűnbánati estéken. Február 21-én, vasárnap 15 órától konfirmandus szülői értekezletet tartunk a gyülekezeti házban. Az elmúlt hétfőn vettünk búcsút a temetőkertben Doka Gyula, 87 évet élt testvérünktől, aki a Zrínyi út 3 szám alatt lakott. Egyházmegyei lelki gondozói hétre kerül sor Berekfürdőn február 29-től március 5-ig. Jelentkezni lehet a lelkész hivatalban február 12-ig. Hitmélyítő délutánra kerül sor ma 14 óra 30-tól a nagyvarsányi gyülekezetben. Igével szolgál Hajdu Zoltán, a Betánia Szövetség missziói vezetője. Testvéreim, szíves figyelmébe ajánlom a Reformátusok lapját, adakozást, alkalmainkat, iratmissziót. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
énekeljük, kedves testvérek, záró énekként a 425. ének második, harmadik, negyedik versét. 425. énekünk második verse így kezdődik: Ó Ábrahám ura, ó Ábrahám ura, én hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. Ó Ábrahám ura, én hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. A múló földi jót és vágyát elhagyom, s őt választom ki, őrizőm és pásztorom. Ó Ábrahám uram, szent kegyelmed nekem, az én örömöm utamon ez vezessen. Te barátod lettem, én Istenem te vagy. Tarts meg a Jézus vérét és üdvöt ad. Megesküvés